ज्ञानते निरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Ugye vannak a felsorolások, családfák, és az utolsó vers. Ugye hát sok érdekes információt, amit lehetne beszélni. Ugye itt említve van, hogy hogyan működik az áldozat, hogyan történik a felajánlás, hova megy, és így tovább. De mi most ezt nem fogunk beszélni. Másik témát fogunk beszélni, utolsó versben Úr Siváról van szó, és Szátiról, aki volt egyik Úr Sivának az első felesége, és amit Úr Sivát illik, gondoltam, hogy beszélünk egy kicsit filozófiáról, ezért akik nem annyira filozofosok, akkor bocsánatot kérem. És ugye Úr Siva a legkiválóbb vajsnav, ő a legnagyobb vajsnav, úgy mondják, ő tiszta vajsnav. Neki komoly misszió van, és sok misszió között volt egy 700 évvel ezelőtt egy komoly misszió. Ki tud mondani, milyen komoly missziót végrehajtott Úr Siva 700 évvel ezelőtt? Az impersonalista filozófiát. Igen, tanított impersonalista filozófiát Shankara acsárjaként, ugye? Igen, Krishna megkérte személyesen. Van egy nagyon szép vers, ahol Krishna kéri, hogy gyere le a földre, és megmondta több okát, hogy miért gyere, és főleg hozd létre egy ilyen filozófiát, ami úgy mondja ott az a vers, hogy ami nem őszinte, akik demonikus mentalitású, fordulnak el tőlem, azt mondja Krishna, hogy olyan filozófia legyen, és hogy a népesítés meg sokszorosodjon a Földön, olyan filozófiát. És akkor, hogyha megnézünk Shankaracharyának az életstílusát, ő milyen rendben volt? Szanyászi. Nagyon szigorú szanyászi volt, nagyon lemondott. Akkor mi a kapcsolat az ő filozófiával és a földben népesítése? Igen? Hát így degradálta a védikus kultúrát, az a filozófiai rendszer. Az degradálta a védikus kultúrát, a védikus filozófiai rendszer? Hosszú távon. És akkor az emberek el... hagyták a dharmát. Aha, és akkor emberek elhagyták a dharmát, jó. Hogyha elhagyják, akkor a varna szankara. Hogyha elhagyják, akkor lesz varna szankara. Fordítok, hogy mert biztos nem mindenki hallja téged. Jó? Szanatán Prabhut valamit akart. Hát én csak azt mondtam, hogy konkrétan a védikus kultúrát nem degradáltam el, hogy az egyik oka az volt, hogy ez volt egy ilyen kis kerülővel visszamenni a védikus kultúrához, hogy a buddhizmus az teljesen elvetette a védikus kultúrát, és igazából ez a majavádi filozófia szorította le a buddhizmust, hogy aztán, hogy ha már a védikus kultúrát megint elfogadták, akkor lehessen a vajsnavizmusnak előttől. Köszönjük szépen! Még lehet egy picit finomítani, mert jó mondta te, akkor finomított a Szanatán Prabhu, akkor lehet még egy finomítást tenni, akkor mit csinálta? Nem a védikus kultúrát visszaállította, mert hogyha mi megnézzük még a buddhizmust, ott is valamilyen kultúrát követték, hanem a védákat. Ugye, mert a buddhizmus, miről szól, főleg a Gautama Buddha, aki Nepálban született, ő elutasított a védákat, ugye, mert brámanák
megszokták arra, hogy végeznek áldozatot, állat áldozatokat, és megesznek az állatokat. És arra hivatkozták, hát ez a kötelesség, ami a védákban itt van. És akkor így hitelesítették, mondjuk így, brámának, hogy ehetnek húst. És akkor jött Buddha, Ahimsa, ugye, és mondta, hogy a véde nem igaz, nem kell követni, nincs Isten. Prabhupád magyarázva van Isupanisád leckék Prabhupádtól, és az elején egy-két leckében ezt nagyon szépen megmagyarázza Buddha filozófiát, hogy azt mondja, Buddha becsapta embereket. Azt mondta, ne kövessétek, Isten nincs, kövessétek engem, és azt mondja Prabhupád, és Buddha ki? Krishna. Akkor mégis Krisnát követték mindenki. És akkor ő elutasít a védikus írásokat, és Shankara Acharya, ő megmagyarázta a buddhizmus filozófiát, azt fogta, mert az nagyon-nagyon élet abban a korban, és próbálta kicsavarni a védáknak a értelmezését, hogy beleférjen a buddhizmus, mondhatjunk így. Ezért mondják, hogy ilyen, hogy Shankara Acharya rejtett buddhizmust prédikált. És mindjárt fogunk beszélni kicsit Mayavád filozófiáról, ezért mondjuk egy, hogy legyen nekünk ez az antivírus, mondjuk egyszerre a mantrát, Hare Krishna Maha mantrát, másképp meg fogok mérgeződni, hogyha beszélünk erről a filozófiáról. Habár Úr Shiva legnagyobb Vaishnav, de a filozófia, mivel ő legnagyobb Vaishnav, legnagyobb tudós, azért ő létre is hozta a legmérgezettebb filozófiát, ami létezik, de nekünk jó lenne egy kicsit látni a különbséget, és pici-pici felszínen megnézünk, jó? Akkor előbb mondjuk el még egyszer a mantrát. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Shishi Radha Shyama Sundar ki jai. Oké. Van kettő iskola, ami filozófiát magyaráz. Ugye az első iskolát úgy hívják, hogy, ki tudja? Purva Mimamsa. Purva Mimamsa, vagy úgy is ismernek, mint Karma Mimamsa. Purva az azt jelenti, hogy elsődleges. Mimamsa azt jelenti, hogy megmagyarázás, igen, hogy kell, interpretáció, magyarázat. Hogy hogyan mi magyarázunk valamilyen jelenést, jelentőséget. Vagy. És ez a Purva Mimamsa, az általában beszél, ez a materialista filozófia. Ugye, és ennek az iskolának, ez nagyon ismert iskola Indiában, ami aminek a fő acsárja és a fő írás, ez a Jaimini Sutra. Ugye Jaimini Rishi, ő létrehozta a Purva Mimamsát, hogy az atomokról beszél, karmáról beszél, dharmáról beszél, de nem beszél Istenről. Van egy másik iskola védikus filozófiában, ki tudja, úgy neveznek, hogy Uttara Mimamsa. Igen. Uttara azt jelenti, hogy magasabb rendű iskola. Ugye magasabb rendű magyarázat, Uttara Mimamsa, vagy végső, vagy másodlagos, de ami magasabb rendű. És ez az Uttara Mimamsa, a hozzá tartozik nagyobb rész a védikus filozófiáról. És az Uttara Mimamsához tartoznak ugye védák, és a védáknak ugye van felosztásuk, és vannak, ami ilyen mondjuk első szintű, második szintű, és akkor van a legmagasabb szintű védikus írások. Ki tudja, melyik a védikus írás a fő-fő-fő? Legmagasabb filozófiát magyaráz. Upanishadok. Ugye? Upanishadok magyaráznak a legmagasabb filozófiát. És a Upanishadoknak a összefoglaló mondani, mert ugye ők a minden védának a krémia, a tejszíne, az Upanishadok, ugye, ők megmagyaráznak ott az Istent, a lélek, és így tovább, majd mindjárt erről beszéljünk, és akkor a Upanishadoknak a fő magyarázó, összefoglaló a írás, ez a
Vedanta Sutra, ugye erről mindenki hallotta. Szóval Vedanta Sutra, ami mondjuk, hogy minden tudásnak a végkövetkeztetése, de szigorúan mondva ez Upanishadoknak a végkövetkeztetése. És akkor Vedanta Sutra. Ugye akkor most itt tudjuk, hogy hol van a Vedanta Sutra. És a Vedanta Sutra Upanishadok Uttara Mimamsa filozófiához tartoznak, iskolához. Ahol vannak Mayavádok, vannak bakták, és így tovább, Vaisnavák. És akkor oda tartozik ugye Shankaracharya. Mert a lényeg és a különbség a többi iskolák között az Uttara Mimamsa belül, remélem, hogy mindenki tud követni, egy kicsit gyorsan beszélek, hogy befejezünk időben, elnézést. A lényeg, hogy az iskolák között, hogy ki mit követ, azon múlik, hogy milyen értelmezés van a Vedanta Sutraval kapcsolatban. És ugyanúgy Shankara Acharya iskolája alapszik a Vedanta Sutranak a magyarázatokon, ami Shankara Acharya létrehozta, ki tudja mi a neve ennek a könyvnek, ami magyarázza Vedanta Sutrát. Sariraka Bhashya, igen, Sariraka Bhashya, és akkor ő ott magyaráz, ez az alap, és ezt akkor erre építenek utána összes filozófiát. Ugye a Shankara Acharya, ő 34 évig élt, 8 éves korban vette szanyászt, ugye, és ő nem részletezte nagyon, ő megalapozta nagyon, de nagyon komolyan filozófiát, majd fogunk látni, hol vannak a hibák, ami édve enged. És a tanítványai, ők kidolgozták már részletesen. Na, abban nem fogunk belemenni, mert lehet, hogy nem tudjuk majd kijönni. Az ilyen nagyon mérgező lesz. És Vedanta Sutra magyarázatai, ugye, ami Sariraka Bhashya, és akkor van 6 iskola, ami magyarázza általában a Vedanta Sutrát, az a vedantisták, és a Vaisnavaknak mi a magyarázat a Vedanta Sutrára? Srimad Bhagavatam, ugye? Ugye, mert hogyha mi megnézünk első verset, aki már olvasta a Vedanta Sutrát, akkor az első vers, az rögtön magyarázott, Janmadi Yasyayataha. Ugye ez rögtön ott kezdődik, Bhagavatam is, és ez a sutra, a Vedanta Sutrából. Tovább megyünk. Akkor most így, még egyszer. Akkor vannak Purva Mimamsa, Uttara Mimamsa. Uttara Mimamsában ott van akkor 6 iskola, Vedanta Sutra, Upanishadok, Vedanta Sutra, és amilyen értelmezés Vedanta Sutráról, akkor oda olyan iskolához valaki tartozik. Minden iskola 3 kategóriát magyaráz mindig. Sambandha Gyan, Abhideya Gyan, Prayojana Gyan. És mennyire helyesen értjük a Sambandhát, annyira értjünk, hogy mi az Abhideya, és miért ez így csinálni. Például, hogyha mi értjünk Krishna tudat filozófiát, akkor értjünk, mi a japának a lényege, miért japázunk. Csak úgy, hogy mert mondták, vagy van valami más tartalma. És akkor Prayojana, hogyha tudjunk, mi a Prayojana, mi az eredmény, ugye, akkor tudjunk, hogyha tudjunk, mi a Sambandha. És itt különböznek az iskolák, amikor magyaráznak, miről beszél, mi a Sambandhának fő témája. Igen, igen. A kategóriák, 3 kategóriát néznek. Sat, Asat, Isvara. Akkor a lélek, akkor az anyagi világ, ami Asat, és Isvara, Isten. És mi a kapcsolat? Isten és lélek között, Isten és anyagi között, és anyag között, lélek és az anyag között. Ugye? Szóval ez a 3 dolgot. Sambandha Gyan erről beszél. Jó? És nézzünk meg most a Shankara Acharya, ő próbáljuk negyed órába bele sűríteni. Megpróbáljunk akkor belerakni. Akkor, hát
ugye, akikről beszéltem, hogy nekik vannak fő tanítványai, ők utána részletesen kidolgozták. Egyik Hasta Malaka acsárja, Sureshvara acsárja, akkor Padma Pada és Totaka acsárja. Ők utána tovább vitték, fő négy acsárja maradt a Shankara acsárja után, és akkor elkezdték prédikálni. Na, jó, akkor most megyünk a Satasat és Isvara. Most megnézzünk először a Madhyavada filozófiát, és a végén a Vaisnava filozófiát, hogy visszaállítsunk, méregtelenítsünk egy kicsit az elmünket ettől a filozófiától. Az egész úgy működik, hogy Shankaracharya, ugye a Védákban nincsen egy csepp impersonalizmusból, ról. Nem beszél semmi impersonalizmusról. Ott nagyon tisztán acsárják, vagy a Védák magyaráznak, hogy Isten személy, és így tovább. De vannak pár kijelentés, ami félreérthető, és a Shankaracharya csak négy dolgot veszi ki a Upanishadokból, és erre kitalálja, meggyártja az egész filozófiát. Szóval semmi, és utána és nincs több magyar, és utána kezdene félre magyarázni a négy ilyen szutra alapján az összes könyvet, mindent, Mayavadként. És akkor kezdi az egészet, hogy azt mondja, hogy van Brahman. Ugye, hogyha Sambandha, ugye ott nem beszél, ott azt mondja, hogy hát nézzük meg, Sat, Asat, Isvara, ez a Vaisnava. A Shankaracharya mondja, Sat, az mi? Az Brahman, nem? Sat, az Brahman. Asat, az mit jelent? Ami nincs. Nem? Asat, nincs. Ami nincs. Az azt jelenti, az is Brahman, nem? És Isvara? Az is Brahman. Akkor mi a Sambandha? Brahman. Ez a Sambandha. Hogy Brahman? Minden Brahman. Te vagy Brahman, én vagyok Brahman, mindenki Brahman. Ugye? A buddhizmusnak mi a Sambandha? Ki tudja? Shunya. Shunya Sambandha. És mi az Abideya? Mi a gyakorlat? Mire kell gondolni? Semmi. Shunya Abideya. És mi a prajodjana, mi az eredmény? Shunya. És akkor nézzünk, akkor a Shankaracharya, ő azt állítja, hogy a Sambandha ez Brahman. Majd utána megnézzünk a Abidejét is. És akkor mondja, milyen Brahman? A Brahmannak kell, hogy legyenek tulajdonságok. És akkor mondja, Satya Gyanam Anandar Brahman. Satya mit jelent? Satyam. Örök, Gyanam, tudás vagy tudat. Ő össze, kettőt összefoglalja, a Gyanam, mikor mondja tudás vagy tudat. Satyam Gyanam Ananda. Bolosan Brahman. És az Brahman. És akkor mondja, hát ezek a tulajdonságok, amivel rendelkezik az egy ilyen absztrakt Brahman. És utána mondja, hogy fog kijönni ez az egész Brahman filozófia, ahogy mondtam most, ugye Sat, Asat és Isvara, ő fogja egy másik verset, ez amit most mondtam, Satya Brahmananda, Satya Gyanamananda Brahman, ez a Csandogya Upanishadból van, szóval használja, és akkor erre építi félreértéseket. És utána mondja, van egy másik vers, ezt sokan hallották, Mayavad filozófiát, Brahma Satyam Jagat Jagan Mityam. És utána Brahman Satyam Jagan Mityam, és van folytatás, amit úgy hangzik, Jiva Brahmaiva Naparaha. Akkor gyorsan nézzünk meg. Brahma Satyam. Brahma az igazság, létezik, ez azt jelenti létező, Satyam létezik. Jagan Mityam. Lelki világ Mityam. Illúzió, nincs igazából. Anyagi világ, bocsánat. Hát az nekik ugyanaz, nekik az se létezik. Szóval anyagi világ nem létezik. Jagan Mityam. És utána mondja, Jiva Brahmaiva Naparaha. Azt mondja, de a Jiva és Brahma Naparaha. Nincs különbség. Nincs különbség. Jiva és Brahma nem különböznek egymástól. És hogyha megint, hogyha Jagan Mityam, hogyha ez csak egy illúzió, az anyagi világ, akkor ez az illúzió, ez is Brahman. Ezért Asat és Isvara, ez a Sambandha, ez mind Brahman. És akkor mondja,
hogy létezik egyetlen egy Brahman, ami igazából Parabrahman. Ez létezik. Semmi más nincs. Egyetlen, ami van, ez a Parabrahman. Még lehet követni? Bírjátok még követni? Okay. Parabrahman létezik, és utána ő ezt megerősíti még a Sankaracharya, az is Csandógya Upanishad 6.2.1 onnan, és akkor van egy ilyen aforizmus, hogy ekam eva dvitiyam, az azt jelenti, hogy ekam eva advitiyam, azt mondja, hogy, és ezt Prabhupád nagyon sokszor beszél, és Bhagavatamban nagyon sokszor lehet látni, hogy van csak egy Isten, csak egy, ekam eva, hogy bizonyára az megerősítés, csak egy, bizonyára csak egy van, advitiyam, mit jelent advitiyam? Második nélkül. Igen, csak egy Isten létezik. És ez a Parabrahman, Parabrahman. Sisi Rádésem Szundar Kígyáj. Ez csak a Rádésem dicsősége miatt beszéljünk ezt. Mert itt van a Parabrahman, aki Bhagavan igazából. És szerintem kihagyom most itt, van ez a négy mahavákja, amit beszéltem, hogy ami Upanishadokból kiszedte, ez olyan, mint hogy a Tattva Mási, a Hambra Mászmi, ugye erre építenek az egész filozófiát. Én vagyok ő, nem mondom rád is sem fel, nem mutatom, én vagyok ő, ugye a Hambra Mászmi, én vagyok a Brahma, és akkor Tattva Mási, a Soham, ugye, és akkor ez a, akkor hogyha nekik a Sambanda Brahman, te vagy Brahman, én vagyok Brahman, akkor az abideja gondolni Brahmanra, ugye, és akkor azért mondanak ezek a mantrákat, szóham, szóham, én vagyok ő, hogy egyszer rájöjjek, felébredjek, hogy én vagyok ő, és ő az én. Ugye, ezt próbálnak. De mielőtt egy történetet mesélek, hogy egy kicsit így legyen fűszerezve, hogy gyakorlatilag a gyakorlat nem működik náluk. Az a filozófia, hogyha ez az alapja, hogy Brahman, minden Brahman, és a gyakorlat akkor azt jelenti, hogy én gondolom mindig, hogy én vagyok Brahman, de én cselekedjek is, mint Brahman, ugye? Másképp, mert bakta, hogy lesz, hogy gyapázik, és cselekszik, mint bakta, és ettől fejlődik. És akkor Mayavadnak is így kell csinálni, hogy cselekedni is kell Brahmanként. Ez majd elmondom ezt a történetet, de érdekes filozófiának még egy kis bonyolítás gyorsan, hogy hogyan teremti, hogyan történik a teremtés a Mayavad filozófia alapján. Ugye a Srimad Bhagavatam, főleg a harmadik ének ott volt nagyon részletesen, és akkor gyorsan megnézzük. Létezik Parabrahman, advitiyam, egyetlen egy, másik nincs. És akkor ő tiszta, és akkor szatyám, jagat, szatyám, és akkor gyánám, és ananda, Brahman, ott van. Aztán amikor mája hatás alá kerül a Parabrahman, illúzióba kerül a Parabrahman, ezt mondja, akkor mi lesz? Nem, ez majd harmadik, negyedik lépés lesz. Nem, akkor lesz Ishvara, Narayan, akkor lesz Isten. Szóval Isten, az amikor a Parabrahman illúzióba van. De előtte ő nirguna, nirakar, nirvises. Ugye? A Parabrahman milyen? Nincsen változatosság, nincsenek tulajdonsága, és nirakar nem cselekszik. Hogyha valaki már rosszul van, közben mondjon Hare Krishna mantrát, hogy ellen hatása legyen ennek a csodálatos Mayavad filozófiának. És akkor, amikor illúzióba kerül Parabrahman, akkor már vannak már tulajdonságai teremteni ezt. Ugye akkor Isten illúzióban, vagy Parabrahman illúzióban, akkor ez a Parabrahman, amikor illúzióban van. És utána, amikor ez az illúzió még
vastagabb lesz, tízszeresödik, akkor létrejön a világ és a dzsivák. Így történik a teremtés. És mondják, hogy ez hogyan, hogy ez, van egy ilyen összehasonlítás, hogy van tej, ez a parabrahman, és amikor tejből csinálunk joghurtot, ugye akkor átváltozik, és lesz belőle joghurt. És de ebben a filozófiában az arról szól, hogy amikor tej joghurtá válik, akkor már nem marad tejből egy darab tej sem, mert az egész tej joghurt lesz. És van egy ilyen filozófia, úgy mondják, hogy Brahma Parinama Vada, hogy Isten megváltozott, ő már nem létezik, mint egy Brahman, hanem mi mindenki az vagyok. Hare Krishna. Jelentszere, gyorsan még adagolok ilyen kis ilyen vakcinát. Mindjárt szanatom időben, mert valamit akart mondani, kérdezni, befejeznem kell. És igen, de Sankaracharya nem mondja így. Ő nem követi a Parinama Vada filozófiát, mert akkor nincs Brahman, nem, ő neki az a filozófia, a Brahman mindig marad. Mert ő úgy magyarázza, hogyha maga Parabrahman illúzióba kerül, akkor mi történik vele? Semmi. Ezért az ő filozófia, a neve nem a Parinama, hanem Vivarta. Vivarta Vada, ez a maya vádoknak a filozófia. Vivarta az azt jelenti, hogy úgy tűnik, hogy változik. Úgy tűnik, hogy mi most itt ülünk, de mi nem ülünk itt. Ez illúzió. És a világ illúzió, mert Brahman sose változik. Szóval ez a filozófia Sankaracharyának, ugye? És ezt meg kell valósítani. De. Akkor most gyorsan nézzünk a gyakorlatról, és utána két szóba visszarakjunk a Vaishnava filozófiával, gyorsan méregtelenítjünk a tudatunkat. Ugye, hogyha már minden Brahman, akkor kell mondani ezeket a mantrákat, Tattva Masi és tovább, és cselekedni kell, mint Brahman. És egyszer, amikor Úr Siva, Sankaracharyaként, tanítványokkal sétált, gondolta, akkor most legyen a bideje. Amikor sétáltak, akkor mentek egy ilyen kis ottani, akkori kocsma mellett. És ugye, mert akkor is voltak kocsmák Indiában, és ilyen erjesztett pálma levet itták. És besétált Sankaracharya és tanítványok, hova megy a mi gurunk, aki olyan szigorú szanyászi. Kíváncsiak vagyunk, menjünk be, és bementek, és akkor odajött a Sankaracharya, odarakta a kamandálót, mondták, tele kérem szépen. Oda öntötték, és akkor mondta Brahman, ez is Brahman. Az egyik Brahman beolvad a másik Brahmanba, és megitta. Tanítványok lelkesek voltak, mondták, hát a mi gurunk a legjobb, mert ilyen csodálatos filozófia, ez gyakorlatban, hú, és mindenki sorba állt, és mindenki azonnal gyakorolt, ugye? A jó tanítvány az, aki hallja, és rögtön próbál gyakorolni. És akkor mentek, és mindenki öntötték, Brahman, beolvad Brahman, lehúzták. És olyan csillagú szemekkel már jöttek ki a kocsmából, mennek, boldogok, és akkor mantráznak, Tattva Masi, Ahambra Masmi. És mentek tovább, tehát Sankaracharya nem lenne Sankaracharya, hogyha nem viszi tovább a gyakorlatot. Mentek utána egy kovácsú műhely mellett, és oda is bementek. És tanítványok gondoltak, na itt is valami buli lesz, menjünk be. És akkor Sankaracharya oda ment, fogta egy ilyen kis kehelyt, ami tele volt olvasztott vassal, és azt mondja, ez Brahman. Ez is Brahman. Brahman be fog olvadni a Brahmanba. És ő megívott, hogy ő képes volt, Úr Siva, ugye? És megitta. A tanítványok, mikor ezt láttak, hogy akkor most következetes kell legyünk, ezt is kell gyakorlatba hozni, akkor elkezdtek egymás mögé bújni.
Szóval nem működik ez a filozófia, ugye, mert mint a buddhizmusnak, gyorsan még erről mondhat, buddhizmusnak, hogyha mennek koldönni remeték, akkor azt mondják, hogy mikor mész koldönni alamizsnát, akkor mit fogadod el? Kell lenni alázatos, és amit adnak, az fogadd el. A buddhizmust, ez a mostani buddhizmus, aki elfelejtette ahimsa dolgot. És így meg kimagyaráznak, hogy lehet húst tenni, hogyha neked valaki adja. Ha téged meghívnak húsevésre, ehetsz, nem te öltél meg, de hogy te elutasítasz, te egy büszke vagy, de buddhista, alázatos. Akkor erre van kérdés. Akkor jó, akkor hogyha örüléket adnak, fogadd el, legyen alázatos, edd meg. Ugye? Jó, gyorsan akkor a Vaisnava filozófiát. Lehet még antiméreget? Egy perc alatt. Akkor mi a, hogyha Brahman Sambandha, Brahman Abideya, Brahman Prayojana, akkor mi a Vaisnava filozófia? Chintan Charitamrita-ba. Bhagavan Sambandha, ugye? Ezt lehet majd olvasni. Bhakti Abideya, Prayojana, ugye, és Urcsi Tánya megmagyarázta a Csincse Béda Béda tatvát, ugye, hogy örökké létezik a lélek, örökké a Brahman, és mennyiségileg egyenlőek, és fordítva, minőségileg egyenlőek, és mennyiségileg különbözőek a dzsívák, az Isvarával, és Isvara, vagy a dzsiva sose lesz Isvara, azt is magyarázza, és hogyha Prema Prayojana, ugye ez a legtisztább, ez az Isten irányi szeretet, amit kell elérni, és az, ami működik, és az, ami tiszta filozófia, és ami igazi boldogságot adja léleknek. Sajnos be kell fejeznünk, pedig jó lett volna még egy kis antiméreget, majd akkor tessék olvasni sokat ma, hogy a Mayavad filozófia legyen hatástalanítva. Köszönöm szépen! Sisi Radha Sama Sundar Kijai! Srimad Bhagavatam Kijai! Srila Prabhupada Kijai! Nitai Gaura Premanandi Hari Bol! Gaura Bhaktavrinda Kijai!